A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, itt van már mögöttünk az olimpia. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan szegeződöttünk mi is a képernyők elé, mármint minden tekintet, mert hogy fantasztikus olimpiát zártunk ebben az esztendőben is. Azért gyorsan elmondom, hogy eddig volt ugye 29 és 108 versenyszámban 304 magyar olimpiai bajnokot köszönhettünk, 1896-tól Athéntől egészen most Párizsig, és hát 182 aranyérmet szereztünk egyén és csapatsportágakban, és bizony most Párizstól is nagyon-nagyon sokat vártunk. Aki tehettet, valóban reggeltől estig a képernyők előtt ült, hiszen fantasztikusan felkészült, nagyszerű kollégák közvetítettek, és hát azért a 6 arany, 7 ezüst, 6 bronz is, és a jó néhány 4., 5., 6. hely is megerősítette, hogy mi egy sportnemzet vagyunk. Ezért is vettem, mikor hírül vettem, hogy egy nagyon kedves ismerősünk, aki az elmúlt évben, illetve ebben az esztendőben az év testnevelő tanára lett, Rácz Katalin, ott volt Párizsban, és hát nosza első dolgom volt, hogy meginvitáltam ide a stúdióba, hogy szakmai szemmel, szurkolói szemmel, magyar szemmel mi mindent élt át Párizsban. Tisztelettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Nos, ez a mosoly sok mindent jelez ebben a pillanatban is. Na, kezdjük azzal, hogy hogy sikerült eljutni a Párizsba? Ez hát, egy álom, ami megvalósult. Így van, ez teljesen így mondható. Gyerekkori álmom volt ez. Amikor szóba került, hogy Budapest fogja rendezni esetleg az olimpiát, akkor én már mondtam, hogy nekem ott lesz a helyem, aztán ugye máshogy alakult, de hát Párizs nincs messze Magyarországtól, és így gondoltam, hogy mégis el fogok így jutni. Igazából idáig egyenes lett volna az út, de én beletettem azért egy kanyart, mert sikerült magamat megsegíteni, műtéteken estem át, és evéget úgy volt, hogy mégse tudok ott lenni majd az olimpián. Aztán mégiscsak úgy alakult, hogy szépen alakult a gyógyulás, és sikerült jegyet szerezni az utolsó pillanatban. Igaz, hogy az atlétika utolsó stadionos napjára, egy vasárnapi napra, de akkor már mellette, körülötte megnéztük, hogy milyen program szerepel, hát a maratonfutás, férfi, női, illetve a nyílt vízi úszás, amit jegy nélkül is úgymond meg lehet tekinteni, és azért a tévén keresztül pedig folyamatosan megállt az élet a nyári szünetben ez idő alatt. Mikor kiderült, hogy akkor mehetünk, a párommal voltam, autóval mentünk. Hosszú volt az út, de én folyamatosan közben is a közvetítéseket néztem, nagyon jól lehetett követni szerencsére az M4 és a többi TV csatornán keresztül. Igazából mi ugye említettem már múltkor, hogy ilyen sportcsaládból származunk, vannak olimpikai, sőt olimpiai érmesek a családba. És így én tényleg ilyen dupla energiával jól felkészülten álltam minden egyes sportágból, tudtam, hogy ki indul, le volt napra pontra vezetve, hogy hány órakor ki, mikor fog játszani, ki lesz az ellenfele, és hogyha valami mégiscsak közben jött valami program, telefonos hívás volt a szüleimmel, testvéremmel, hogy akkor figyeljünk oda, mert most fog birkózni, most fog dzsúdózni, szóval tényleg nekünk tényleg ebből állt az élet. Mikor kijutottunk Párizsba, már az a látvány, hogy mindenhol az olimpiáról szóltak az egész város fölül éremnagyságú, vagy egy nagyon szép érem volt felakasztva a dísznek. Az oldalt a plakátok ugye ezt szimbolizáltak. Hát meg körbenéztünk, mindenhol sportolók. Az a
az a kidolgozott sportos test, fiatalos lendület az egész várost áthatotta. Meg lehetett szinte állapítani sok sportolóról, hogy ki mit sportolhat a füléről, testalkatáról. Láttuk, hogyha mobil volt a kezükben, mindenki sportot nézett, örültek, drukkoltak egymásnak, millió zászló. Nem jó, tehát ez egy olyan rengeteg pillanat, azt hiszem, hogy a leginkább a fontos a döntés. Mert a döntés felelőssége, azt nagyon is jól tudjuk. Ez nem csak azért, mert az egzisztencializmus is megköveteli, de fontos, hogy a döntést meghozzuk. Tehát amikor eldöntötte, akkor tűzön vizen át? Hát volt. Utána igen. És mi volt a terv, hogy mit fognak ott megnézni? És mert nyilván ez tudatos, persze. Terveket kell szülni és megvalósítani. Igen, atlétikát mindenféleképpen szerettünk volna nézni, csapatjátékot is, vízilabdát, kézilabdát, de arra már nem jutott úgy jegy, illetve próbáltuk úgy alakítani, de azt akkor maradtunk a tévéközvetítésnél, és én nagyon örültem a nyílt vízinek, én Risztovéját is végigkísértem, és ugye számítottam rá, hogy meg is nyerjük, és azt élőben látni, én azt itt el sem tudom mondani, de nekem még ilyen érzés nem volt, hogy ugye 2 órás terjedelmi volt az úszás, a legelső pillanattól kezdve libabőröztem. Én tényleg így izzadtam, felállt a szőr, kezemmel, lábamot éreztem, hogy ilyen, nincs ilyen érzés. Úgy éreztem, mint ilyen mennyországban lettem volna, és száguldok, és láttam, hogy ott úszott elől a magyar mindenki. Nekem, tehát én nemzeti színű pólóba voltam, és jöttek, mondták, hogy te ügyesek vagyunk, tehát olyan, mint én úsztam volna, jöttek nekem a végén is gratulálni. Tehát milyen volt az a millió? Tehát oké, megérkeztek a Szajna partjára. Nyilvánvaló, hogy ez egy hosszú verseny, és mi abból azt tapasztaltuk meg, hogy félve engedtük a két fiút, Bethlen Dávidot és Rasoszki Kristófot a vízbe, mert hogy hallottuk a sok-sok rosszat, ha úgy tetszik, sőt, ugye a nők versenyében azt tudtuk, hogy rosszul lett a magyar versenyzőnk, aki 5. lett egyébként, de milyen volt az a millió? Szó esett itt a nehézségekről is, vagy tiszta szívből, mosolygós szemmel, adott esetben a végén könnyes szemmel szurkoltak a magyaroknak? Természetesen szó esett, de szerintem ilyenkor mindenkiben az van, hogy mennyit dolgozott ezért a pillanatért, és ott kell lenni, és ilyenkor nem kell nézni a körülményt. Ugyanígy valóban kórházba került a magyar férfi és női tag is, de utána meggyógyult, de mégis úgy gondolom, ha visszagondolnak, ugyanezt még egyszer megcsinálnak. És az ugye az a baj, hogy így nagyon sokszor a negatív dolgokat emelik ki a sajtóba is, bocsánat, a televízióba is, mert akkor annak van hírértéke közben, eltörpülhetett az a, tehát fel van nagyítva sokszor, sok a negatív és a pozitív dolgokat, ugye azt nem tudják, úgy nem akkora híre van, vagy nem tudom, de én úgy érzem, hogy ott senki nem bánta azt, hogy ő beleugrott a vízbe, és végigcsinálta, nagyon kemény lehetett. Az a látvány, az a hangulat, hogy én olyan büszke voltam, hogy magyar vagyok, én tényleg szinte végig sírtam, könnyes volt a szemem, és tényleg ilyet én még életemben nem láttam, és én tényleg úgy mentem, hogy szerintem egy aranyérem biztos lesz, de én úgy érzem, hogy ezüst vagy bronz ott lesz még mellette, és annyira örülök, kár, hogy nem vettem ott, hogy nem fogadtam erre, mert ott bár szerintem sokan így gondolták, ahogy én. Nagyon büszke voltam rájuk, és együtt énekeltünk, ott voltak a magyarok sokáig. Tehát a honfitársakkal együtt, igen. Ilyenkor? Nem ismertem őket, de ott összeismerkedtünk, és utána mi együtt mentünk az Eiffel-toronyba, többen együtt maradtunk, illetve ami nagyon nagy élmény volt még, hogy egyszerűen álom az álomban mondhatni, tavaly ilyenkor volt a Magyar Diák Sportnapja, ugye szeptember vége fele, és a Bánhegyi Adrián ugrókötelezés Guinness Rekord Európa-bajnok világbajnokkal találkoztunk, az iskolánkban egy világrekord kísérleten vettünk részt vele, vagy ő vele akartuk ezt elérni, és nagyon jól összebarátkoztunk, és amikor én megosztottam egy fényképet, hogy hajrá magyarok, még a legelején, rám írt, hogy én itt vagyok Párizsban, és utána kiderült, hogy ő is, úgyhogy együtt tudtunk lenni, és ez még nagyobb élmény volt egy másik példaképpel. Ott is ültek, vagy úsztak, sportoltak példaképek, mellettem élőben
egy példakép, úgyhogy ez olyan napunk volt, aznap hat érmet szereztek a magyarok, ugye két arany, két ezüst, két bronz, mert ugye Márton Viviana is akkor szerezte este az aranyérmet, azt már ugye képernyőn keresztül néztem, ott voltak a kajakosok érmei, ezüst, illetve bronzérmei, és én úgy éreztem, hogy hát ez ennél jobb nap nem lehet, és nem is lesz, és ez egy visszafordíthatatlan örök emlék, és bármit megért. Tehát csodapillanatok voltak mindenképpen. Egy csodás volt. Milyen kapcsolódási pontokat találtak, ugye arról esett szó, hogy a magyarok azért csak egymásra találnak, nem csak azért, mert különleges a nyelvünk, hanem egyébként is, hiszen hasonló a szurkolási technikánk és a többi. Hogy kap megerősítést valaki, mert hogy azt mi nehezen tudjuk elképzelni, akik a televízión keresztül, nyilván mi is szurkolunk. De aki ott van, annak egészen más impulzusok jönnek, amikor szurkol, amikor megerősödik abban, hogy igen, a honfitársunk remekül szerepelt, és ez nem csak a győzelemre vonatkozik ez. Így van. Hát rengeteg magyar volt, és ott a parton is, illetve az utcán, ahogy mentünk, vagy a tömegközlekedésen is, annyira jó volt, hogy egymásnak köszöntük, ki mit látott, ismeretlenül is oda mentünk, pacsisztunk egymással, hajrá magyarok, ha mentünk a vízlabda fele, arra a területre, akkor, hogy kinek szurkoltok, mármint, hogy helyettünk is szurkoljatok, mi sajnos oda nem fértünk be, és olyan volt, mint a magyarok is, egy igazán összet, tehát olyan szeletet láthatunk, amiről szól az olimpia is, hogy egy összetartás, egy barátságok kötése, együttműködés, egy fantasztikus volt, tényleg ezt nem is lehet elmondani, ezt átérezni kell. Megerősíti, hogy ilyenkor nem kell hozzá hozzáértőnek lenni. Igen. Mert hogy nagyon sokan abban gondolkodnak, hogy egy-egy olyan sportág, mint például a nyílt vízi úszás, mi nem tudjuk elképzelni egyéb iránt. Aki a Balatont átúszta, az már talán belekóstolt abba, hogy ez milyen, de egyébként ezt nem tudjuk elképzelni, mert a szövegszerűségében ez leírhatatlan. Tehát odafigyeltek arra, hogy azért egymást információkkal segítsék? Igen. Természetesen valóban van, aki abból néz, hogy magyarok, és nem ért ugyanúgy akár egy pontozás, vagy ugye nekem is minden évben az újabb sportágokból át kell néznem, hogy mi a szabály, mert ugye ha nem sokat látja a közvetítések során, és nincs benne a mindennapi életében, azt meg kell nézni, hogy mire adnak pontokat, de anélkül is nagyon jól élvezhető, és tényleg szerintem nagyon jól volt levezetve, mert nagyon jól elmondták a riporterek és a kommentálók. Tehát lehet egymást segíteni, és hozzáértőként végezni egy-egy sportprogram utáni tevékenységet. Tehát jól lehetett követni, és az az érzés szerintem mindennél többet, ami utána kijön az emberből, hogy az életérzés. Kiabálva vagy csendben, de mindegy. Kinek mi a vérmérséklete? Szerintem, aki csendes, az is tud ilyenkor kiabálni. Én kiabáltam. Ugye sikeres volt ez az olimpia, de azért voltak csalódások. Miként élte meg a csalódást? Ugye a vízilabdáról beszéltünk, nyilvánvaló, hogy mi úgy engedjük, mióta világ a világ már, mióta létezik a sportág, illetve az olimpián szerepet kapnak a magyar vízilabdások. Bizony mondom, hogy mindig azt várjuk, hogy egyértelmű, 1936-tól Berlintől feltétlenül, hogy az csak mi nyerhetünk. Miként éli meg a szurkoló a csalódást, hiszen úgy megy oda természetesen, hogy szurkol. Nyilván nem dorongolja le önmagát azért, hogy aranyérmet vár, mert hogy nem túlzásba esett, amikor így tett, de mi történik akkor, amikor nem jön össze? Igen, én is egy kicsit bizakodtam, hogy valamelyik csapatsportában sikerül érmet szerezni, és nem sok kellett volna hozzá. Én nagyon sajnáltam a vízilabdásokat is, kézilabdásokat, mert tényleg ez szinte utolsó pillanatokban dőlt el, hogy nem jutottunk tovább, vagy nem lett érmünk le. A magyar női kézilabdánál is csak egy picit kellett volna még tartani a labdát a franciák ellen. A fiúknak nagyon nehéz sorsolásuk volt, ott is csak egy ilyen kis apróságon ment el. Nagyon sajnálom. Ilyenkor főleg a csapatnál azért sajnálom, hogyha valaki kihagyja a büntetőt, hogy ilyenkor arra szoktak emlékezni, hogy ő hagyta ki a büntetőt, és ezért nem jutott tovább, és akkor nagy a
teher. Ha jól működik, hogy a csapat, ugye pszichológusok is ellátják, vagy jó a légkör, akkor azért ezt a terhet leszedik, mint az Imre Bence szegénykém az utolsó zicset nem tudta bedobni, pedig nagyon hatékony volt az egész csapatnak. Én pici csalódás volt, de úgy vagyok mindig vele, hogy főleg azoknak rossz, akiknek ez volt az utolsó esélyük, mert kiöregettek. És akkor többieknek még van 4 évük, ha kitartóak, ugyanúgy bekerülhetnek. Jó látni, hogy a régi generációból, itt volt Fazekas, ugye Imre a gyermeke játszott. Igen, a Gerlőre. Imre Géza is, ugye nem kell messzire menni, apja, anyukája, apukája, olimpiai érmes volt, és talán, hogyha most nem jön össze, ugyanígy lehet, hogy majd a gyermekei által össze fog jönni. Őket sajnálom, de azok, hogy kiút, az már büszke lehet nagyon arra, mert nagyon nehéz odáig az út. Valamikor pont ezen múlik, hogy annyira összeversenyeztetik az embereket, csapatokat, hogy mire odaérnek, hogy olimpia, kiégnek, vagy nem ott tartják a csúcsformájukat, arra mennek, hogy meglegyen az olimpiai szint, vagy az olimpiai kvóta, és mire oda jutnak, már nem tudnak annyit ki. Hát itt volt sok fiatal úszó esetében is, előtte volt ilyen ifjúsági Európa-bajnokságban. De ettől még a tudatos néző, mint például ön is, és csapata még lehet szomorú. Persze, szomorú vagyok ilyenkor. Valamikor én is úgy szoktam itt kommenteket élni, hogy nagyon szép volt, ügyesek voltatok, arra semmi van. Ezt kell megtanulni szerintem sok embernek, hogy ilyenkor nem a kritika jöjjön elő, mert hogyha jól teljesít, minden megy, akkor minden jó. Ha meg rosszul, akkor néha olyan csúnyán. Kell egyébként összegezni a vége tájékán? Hát azért nem állt egy kicsit levonni. Megbeszélni, hogy mi hogyan történt, és itt nem csak az egészre gondolok, itt ez egy egységes egész, nyilván fantasztikus élményekkel, amelyek elvisznek mindent, akár ilyen értelemben a kudarc megélését is. Szerintem nem árt összegezni, mint mindent, hogy reflektálni, miből lehet tanulni, legközelebb mire kell jobban figyelni, lehet. De igazából sokszor szerencse kérdése is sok minden, egy-egy sorsolás, tegyük fel, itt volt a Hámori Luca a boxnál, hogyha nem ő kapja éppen azt a érdekes ellenfelet, akkor lehet, hogy ő most akkor ezüstérmes, vagy hogy mi, hogy akkor másik ágon kerül. Tehát sok minden, én úgy gondolom, hogy kell összegezni, mindenből levonni a tanulságot, de úgy gondolom, hogy aki már ott világbajnoki érmeket, helyezéseket szerzett, nincs mint szégyenkezni. Egyértelmű. Tehát egyik oldalról ott van a szakmai rész, amit a szakmai részt magá a pedagógus, és ott van az ember, ezzel nyilván kettő összekapcsolódik, aki egészen másként érez magyarként, hiszen azért a himnuszt hallgatni, látni a nemzeti lobogót, az egy fantasztikus élmény. De mi történik hazatérve? Hazatérve, nagyon sok gondolattal jövök haza, hogy hogyan tudom ezt egyébként beépíteni a mindennapjaimba, a gyerekeknek hogyan tudom továbbítani ezt az élményt, majd ugye most kezdődik majd az iskola, biztos, hogy sokan meg fogják kérdezni, és én pont erre szeretném, és ezeknek a pozitív dolgait beépíteni a különböző tantárgyaimba. Mikor diákolimpián, ugye mondhatni kicsinyített más a gyerekek szintjén a diákolimpia, és én már nekem ott, mikor országos bajnokságra kijutunk, vagy országos fordulóig eljutunk, ott szokták játszani a diákolimpiai himnuszt, és mindig, amikor oda kerülünk, én ilyenkor arra szoktam gondolni, hogy lehet, hogy néhány év múlva nekik már nem diákolimpiai himnusz, hanem magyar himnusz fog játszani, és hogy akiknek odáig eljutunk, pont, hogy mikor hazajöttem, gondolkoztam, hogy hányan vannak most az iskolában, akit így előre írnék egy papírra, elteszem, és egy jó pár év múlva elővetem, hogy ki az, aki esetleg oda került, és nekem most van egy jó pár gyermeke, akit úgy... És a tanártársainak, barátainak miként számol be erről? Hiszen nyilván, hogy meg annyi kérdés gyűlt össze időközben. Igen, több kollégával leveleztem, kérdezték, hogy hogy vagyok, vagy küldtem fényképeket, volt, hogy élő videóban is, ahogy menetel eltünk például az atlétikai Stade de France stadionba, akkor mutattam, hogy az egész város oda ment, és hogy milyen hangulat van, és akkor egy élő közvetítést is tartottam néhány kollégának, hogy átérezze, de sokan ők is követték, és megbeszéltük, hogy mi volt. Már most elhatároztam, hogy így következő célom, nem tudom, hogy fogom megcsinálni, de hogy Los Angelesbe el kell jutnom. Most beneveztem ilyen olimpiai próbába, ahol ilyen sportágokat lehet teljesíteni, és
sorsolják, majd ha megvan elég sok pont, akkor sorsolás útján lehet, hogy ha szerencsés vagyok, akkor kijuthatok így, mert találkoztam olyanokkal, akik így jutottak, és ez akkor erőt adott, hogy még egy lendület. Illetve ugye rajz, technika óra, én szeretnék majd ilyenekbe, és most már meglátok egy vécipapír hengert, mert egyből olimpiai karika jut eszembe, hogy ezből fogok majd nyomdázni a gyerekekkel, meg diákolimpiai táborokba eddig is tartottam, ott is már lézerrános lövést, tehát adtunk elő jó falmászást, és most már akkor még nem volt olimpiai sportág, most már azóta az. Tehát érdekes így látni, hogy cserélődnek bizonyos sportágok. Van egy-kettő, ami egy kicsit így fájdalmasabb szerintem, mert van, amin én nem szívesen mozdítanék. Értem, hogy jobban kell majd, hogy eladhatóbb legyen. Van, amivel bekerül, aztán nem sokáig lesz. Kikerül, így volt a karate, vagy most a break tánc, tehát ott voltak azért események. Igen, azt tudjuk, láttuk, illetve én magam nem néztem meg, azt mondom, mert... Hát érdemes, de csak ilyen pihentebb állapotban. No, hát ugye azt tudjuk, hogy minden olimpia vége a következő olimpia kezdete, tehát már is elindult a visszaszámlálás, ilyen értelemben, ahogy hallottam, önnél is elindult a visszaszámlálás. De mi mindent kell tenni a következő négy esztendőben ahhoz, hogy aztán valóban megvalósuljon az álom Los Angeles 1932 és 84 után? Még ez akkor ellendületet adott, hogy még tudatosabban figyelem az eseményeket, az olimpikonokat. Volt idén nálunk olimpiai fákja futás a Kovács Istvánnak köszönhetően, és akkor őt ugye jó a kapcsolat, és ezt szinten is szeretném tartani, hogy még több gyereket bevonni, és hogy még több szaktudással rendelkező maguk szintjén gyerekeket neveljek fel, illetve magam is egyre több sportágot megismerek. Most például útközben volt egy ilyen, hogy futgolf, amit véletlenül láttam a tévében, és most Champagne környékén láttam egy pályát, meg is álltunk, hogy én nekem ide el kell jönnöm, és ötleteket merítettem, hogy hogyan tudom az iskolában egy-egy szünetet, vagy ilyen sportnapot még érdekesebbé tenni annak alapján, amit én ott láttam. Tehát mindent most még nyitott szemmel, még nyitottabb szemmel látom, vagy próbálkozok, és próbálok minél több ilyen innovatív feladatot adni, digitálisan is már megvan, hogy milyen terveket, QR-kóddal majd kell olimpiai vetélkedőt fogok szervezni, és hogy a mai gyereknek minél befogadóbb legyen. És őket meg jól sportoltatni, és akkor így összeáll a kép. No, hát történjék így, nincs kétségem felőle, hogy megvalósítja, és nem csak az álmait, mert az álmok arra valók, hogy segítsük, aztán megvalósuljanak. De a másik oldalról pedig nagyon is tudatos az a rész, amit a fiataloknak nyújt majd a következő időszakban. És hát én bízom benne, hogy fogunk találkozni addig is, de a Los Angeles-i olimpiáról a beszámolóját mindenképpen szeretném még meghallani. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és hát az iskolásoknak pedig sok-sok élményt, mert amit elmesél, és amit még majd hozzátesz nekik is, az biztos, hogy elindítja őket a sport szeretet felé, aki még esetleg nem szeretné az ön környezetében a sportot, bár azt hiszem, hogy ilyenek nagyon-nagyon kevesen vannak. Köszönöm szépen, hogy itt nagyon volt. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek kívánok sok ilyen élményt. Történjék így. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Rácz Katalin volt a vendégem, aki abban a szerencsében részesült, hogy az álma megvalósult, és ott volt most Párizsban az olimpián, és fantasztikus élményeket gyűjtött össze, amiről most beszélgettünk. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.